Az első doktorunkat egy idősebb úriember keltette életre, ez volt a kezdet. 1963-ban az akkor 55 éves William Hartnett kérték föl a szerepre, aki egy nagyszerű figurát alakított meg, aki egyszerre volt egy nagyapa, egy apa szerep a sokak számára, és a gyerekek imádták, így a sorozatnak is elég komoly népszerűsége lett, igen, rövid idő alatt. És nem csak a doktort szerették meg, hanem az ellenségeket is, jók voltak a történetek, érdekes dolgokról beszéltek. És volt egy probléma, sajnos a színész, aki alakította a karaktert, nagyon beteg volt, gyakorlatilag érszűkület miatt kénytelen volt, elég beteges állapotba került, már nem tudta memorizálni a szövegeit, nem tudott a forgatásokon úgy teljesíteni, ahogy elvárták tőle, így kénytelenek voltak a készítők úgy határozni, hogy lecserélik ezt a karaktert, és a BBC egy elég komoly problémával szembesült, miszerint van egy jól működő sorozat, ami odaszegezi a nézőket a képernyő elé, viszont nincs, akivel pótoljuk ezt az ikonikussá vált karaktert, mit tegyünk, mi a megoldás. Akkoriban ezt még nem találták ki, hogy a doktor az ember, vagy kicsoda, homályos utalások voltak csak rá, hogy ő egy utazgató valaki, aki az unokájával utazik a világban téren és időn át. Viszont kitalálták azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha egy csavarral regenerálódna ez a doktor, mert kap egy olyan sérülést, vagy jelen esetben az ő esetében ugye öregség, fáradtság miatt arra volt hivatkozva, hogy miért került ilyen állapotba. Egyszerűen megváltozik a fiziológiája, a kinézete, egy teljesen új valakivé tud változni, és ezáltal be tudnak hozni egy új színészt, aki folytatni tudja a munkásságát, és a fiatalságnak és a nézőknek is meg tud felelni, és új távlatokat tud adott esetben hozni a sorozat életébe. És gyakorlatilag ekkor volt az, 1966-ban történt meg az első regenerálódás, akkor még fekete-fehérben élvezhettük ezt illetve az akkori emberek élvezhették a tévéképernyője előtt, hogy a doktorból egy teljesen más valaki változik, és így Patrick Thornton volt az, aki a második doktor szerepében később követte William Hartnett, és őt ismerjük úgy most már, mint a második doktor. Ez volt igazából a kezdet. Amit tudni kell erről a regenerálódásos dologról, az az, hogy igazából ez az idődolgoknak egy nagyon sajátos és meghatározó képességük. Gyakorlatilag az időutazáshoz kapcsolódik, amire ugye ők képesek, illetve egy artron energia nevezetű valamihez, ami eléggé homályosan van a mai napig megfogalmazva, pontos ismeretekkel nem nagyon rendelkezünk ez iránt. Viszont azt tudjuk, hogy csak bizonyos lények képesek arra, hogy időutazzanak, azoknak muszáj, hogy artron energiával rendelkezzen a szervezete. Ez a doktor fajának az esetében is teljes mértékben megvan, és ez biztosítja például azt is, hogy ő regenerálódva meg tud újulni, és mint említettem, fizikailag is teljesen megváltozik a kinézete, illetve lelkileg is azért komoly átalakuláson megy keresztül, ezt a sorozat életével láthattuk is adott esetben, hogy teljesen megváltozik az ízérzékelése, a szaglása. Ha csak a 14. doktorra gondoljunk, hogy kicsit előre szaladja, ő gyakorlatilag végigette szegény Éminél még kisebbkorában a különféle ételeket, amit éppen szeme szája megkívánt, majd rájött, hogy hú, egyiket se szereti, mert annyira megváltozott az ízérzékelése, és hát tudjuk a végén, hogy mi volt az, ami elnyerte a tetszését, egy eléggé különleges és sajátságos étel. Ez is bizonyítja azt, hogy folyamatos változáson mennek ebbe az időszakba keresztül az időlordok, és az ő fajuknak ez egy nagyon sajátos és egyébként veszélyes időszaka, ugyanis ebben az állapotban, amikor regenerálódnak a legsebezhetőbbek egyébként, tehát ilyenkor lehet őket például megölni is, erre is látunk például a sorozatban, illetve hogy ezt hogy oldották meg, ezt a Gordiusi csomót is csavart adott esetben, szintén a 11. doktor esetében ezzel is találkozhattunk. Magát a regenerációt így, hogy hogy találták ki, több írónak, illetve szkripternek is a közreműködésével lett kitalálva, de akik legfontosabb emberek itt a sorozat életébe, és meghatározó beleszólásuk lehetett ebbe az egészbe, az elsődlegesen maga az egésznek az atya, aki a doktorit egyáltalán így kitalálta ilyen formában, hogy kellene egy ilyen program,
az a BBC drámatagozatának a vezetője volt 1963-ban, Sidney Newman, és ő volt az, aki elsőként kérte föl női producerként Verity Lambertet, és mondta el neki, hogy milyen elvárásokkal kellene ezt a sorozatot az embereknek majd tálalni, és a nőre bízta a feladatot. Így gyakorlatilag ők ketten voltak azok, akik ennek az egésznek az alapjait lefektették. És amikor maga ez a regeneráció szóba került, akkor bedobták a saját kis ötleteiket, és igazából itt a scriptírónak volt elég komoly dolga, hogy ezt összeegyeztessék. Ezért van az például, hogy a korábbi évadokat tekintve sok esetben eltérő módon látjuk regenerálódni a doktorokat, más-más dologgal mutatják meg, hogy van, aki látja az előző arcait is közben, van, akinek csak adott esetben maga az arca változik meg, és mondjuk elalszik, és úgy tűnik, hogy csak álmodik, mikor ez végigmegy ez a folyamat közben. Tehát többféle módon próbálták ezt érzékeltetni, minden esetben valami látványos benyomást próbáltak kelteni az emberekbe, hogy érezzék, hogy ez egy komoly dolog, komoly folyamatok változnak meg az időlordokban ebben az esetben, amikor regenerálódnak. És bizony tudjuk azt, hogy például a 9. doktor esetében hallottunk már arról is, hogy ugye említi Rose-nak az egyik epizód során, hogy volt olyan időlord, aki bizony fej nélkül regenerálódott, mert éppen egy olyan bolygón tartózkodott, és érte el a regeneráció maga, hogy a környezete olyan mély benyomással volt iránta, hogy nem volt helye. És azért az elég kellemetlen tud lenni. Láttuk már ugye a 11. doktort is, hogy leellenőrizte, hogy most megvan a haja, meg azt hitte, hogy lány lett, meg hasonló, mert hogy hosszabb lett a haja. Tehát azért vannak ilyen vélelmek az időlordokban is, hogy úristen, mire változok, hogyha éppen átváltozok a regeneráció során, és megújítja a testem saját magát, és gyakorlatilag minden sérülést kigyógyít a zártan energia benne, illetve attól függően, hogy mi történt vele, és okozta a halálát, megváltozik a teste. Gyakorlatilag az időlordok esetében a regeneráció az nagyon sokrétű és összetett biológiai folyamat. Ezért van az, hogy utána az elkövetkezendő 1-2 órán keresztül bizony elég komoly megterhelések vannak kitéve. Például láttuk ugye a 10. doktort is, hogy kómába esett, és próbált regenerálódni, próbált gyógyulni, mert előtte ugye egy elég komoly sugárzásnak volt kitéve, ami sugárzások többsége egyébként veszélytelen az időlordokra, de bizonyos mennyiségű dózisú sugárzás még egy időlordot se tud túlélni, hiába az emberihez képest erőteljesebb fiziológiával rendelkezik. Igazából, amit a doktor kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy ő minden tekintetben renegált a többihez képest. Tehát ő például nem fejezte be az iskolát, az időakadémiát nem végezte el teljes egészében, és szemben sok más időlorddal nem tudja úgy uralni a testét tudatosan, az elméjét, a mindenféle fiziológiai folyamatait, mint az időlordok többsége. Ez is sokszor bizony komolyan hozzájárul ahhoz, hogy milyen változás alakul nála például ki a regenerációnál. Láthattuk azt, hogy egy 12. doktor egy már volt korábbi illetőnek az arcát veszi magára, akire ráadásul nem is emlékezett, és nem tudta, hogy miért tette ezt meg. Nem tudja ezt befolyásolni jelenleg, hogy ő kivé változzon, vagy kivé nem. Tehát ebben teljes egészében neki nincsen befolyása, viszont ismerünk olyan időlordokat, akik több esetben nemet is váltottak, és bizonyítottan dokumentálva van, hogy szándékosan ők maguk választották azt, hogy most éppen női vagy férfi testben akarnak regenerálódni. Tehát ez tudatosan elvileg az időlordoknál befolyásolható, hogyha kellően gyakorlat az illető ebben, és ezt megtanították neki az akadémián, és kijárta az iskolát. Amit ugye kedves doktorunk elmenekült a bolygójáról, és gyakorlatilag ez nála kimaradt az iskolában. Úgyhogy ő teljes egészében a kalandot választotta, ahelyett, hogy megtanult volna bizonyos fontos dolgokat, aminek néha a kárát is látja adott esetben. Fontos elmondani a biológiáról az időlordoknál, hogy bár nagyon hasonlít az emberire, mégis sok tekintetben más. Természetesen erősebb fiziológiával rendelkeznek, mint csontozott tekintetében, mint pedig
adott esetben, hogyha például azt nézem, csak a bordákat, 26 bordával rendelkezik egy időmonat. Az emberi bordák száma 24 darab, tehát nekik 2 plusz a kapásból mondjuk. Két szívük is van, úgyhogy elképzelhető, hogy ez szükséges a védelem szempontjából a mellkas tekintetében, bár erre pontos információk ugye nincsenek, hiszen kevés esetben sikerült a sorozat életében dokumentálható módon vizsgálni időlordokat, egy vagy maximum két esetben, amikor erre lehetőségük volt az embereknek. Viszont az alapján sok olyan ismeretet és következtetést levonta, mint például azt, hogy narancsárga színű az időlordoknak a vére, és teljesen más felépítésük. Például az A és a B enzimek hiányoznak belőle, miatt például a vérátömlesztés sem adhat sem ember, sem a doktor nem adhat embernek a véréből adott esetben, hogyha erre szükség lenne életmentés szempontjából. Aztán, ami még fontos tudnivaló ilyen szempontból, mégpedig az, hogy a doktoroknál a nemiség az egy nem túl misztifikált valami, ők ezen már évezredekkel ezelőtt felülkerekedtek, és korábban volt egy átoknak nevezett vírus, ami valójában arról szólt, hogy sterilizálta az időlordokat, és így mesterséges úton kellett gyakorlatilag újabb utódokat létrehozni. Így az úgynevezett szövők segítségével, bioadatok meghatározása alapján random véletlen generációk sorozata hozta létre az időlordokat. Tehát Gallifreyn azok, akik rendelkeznek az időutazás képességével, vagyis a regeneráció lehetőségével is, ők minden esetben, köztük a doktor is, sőt, ő ráadásul büszke is volt arra, hogy tudomása szerint ő emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor őt létrehozták ebben a bioadatban, és megszőtték úgymond az ő életfonalát, és ezt később az egyik ilyen könyvben is szó szerint le is írja, hogy ő ezt hogy élte meg. Gyakorlatilag ezek a szövőgépek arra voltak hivatottak, hogy pontosan kordában tartsák az időlordoknak a számát, ugyanis az, hogy ők időutazásra képesek, korlátlan hatalmat biztosított nekik akkoriban még, és fontosnak tartották az akkori vezetők, főleg Rassilon, akinek ez egy ilyen elitek számára szánt elvárása volt, vagy hát nem is elvárás, inkább ilyen lehetőség, ajándék, hogy az időutazásra képesek legyenek, tehát egy szűk rétegre szánta ő ezt a képességet, ugyanis ezt mesterségesen hozták létre az időlordoknál, hogy két szívük van, hogy képesek időutazásra, tehát gyakorlatilag itt a DNS-ük is átíródott ezáltal, és teljesen megváltozottak biológiailag egy egyszerű átlagemberhez képest. Ezért viszont cserébe olyan képességekre tettek szert, amit mondjuk mi emberek el sem tudunk képzelni, például telepatikus kapcsolatokat tudnak létrehozni egymással, akár messziről is fel tudják ismerni a másikat, hogyha közelben van. Aztán a látásuk, a reflexeik sokkal jobbak a mostani embereknél. A harmadik doktor volt az, aki megállapította, hogy körülbelül a reflexe az 10-szer annyira jó, mint egy legjobb képességű, állóképességű embernek a fiziológiai reflexe, mert ő annyival jobb, gyorsabb tud lenni nála. És adott esetben ez nem egy, nem két esetben a doktor életét is mentette meg, ami a kalandozásai során, mivel sok-sok veszélyes kalamajkába kerül, kifejezetten hasznos tud lenni. Fontos azt elmondanom, hogy vannak nagyházak Gallifreyn, tehát azok a régi ősi családok és azok a hatalmi befolyással rendelkező egyéneknek a közössége, akik odafigyeltek, hogy ezeknek az időlordoknak a száma fix legyen, a doktornak a házának, a Lungmaró családnak a házának meg volt szabva, hogy összesen egy időben 45 úgynevezett unokatestvér lehet. Tehát olyan időlord, akit a szövőszék segítségével keltettek életre, és kortól függetlenül létezik. És ugye 6 nagyház volt, akinek mind-mind saját egyéni szövőszéke és szabályai voltak, más-más számmal meghatározva, attól függően milyen politikai vagy más tisztséget töltöttek be az időlordok életébe és az ő társadalmukba, de ez egy külön történet lenne. Igazából a regeneráció esetében, mint ugye említettem, itt sokféle tényező az, ami meghatározhatja a doktornak, hogy legközelebb milyen kinézetet öltsön magára. Viszont azt
nem mondtam el, hogy ha valaki a közelében tartózkodik, vagy előtte, mielőtt megtörténik maga a regenerálódás, komoly érzelmi behatás érte őt, akár fizikai behatás is bizonyos illetőktől, elképzelhető, hogy tulajdonságokat fog magára venni ezáltal az úgynevezett trauma által a regeneráció során. Erre láthattunk példát a sorozatban nem a doktor esetében, hanem egy időérintett embernél, mégpedig Melody Pond, vagyis későbbi nevén Riverson professzor esetében, amikor is kislányként meglőtték, és lehetőség volt arra, hogy megszemléljük, milyen az, hogyha regenerálódik valaki, aki nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint egy időlord. Ebben az esetben a kislány egy néger hajléktalan miatt bőrszint váltott, és úgy regenerálódott, hogy korábban ő egy fehér gyermek volt, később pedig egy néger, egy színes bőrű gyermekké változott, majd később ismételten visszaváltozott az eredeti formájába a következő regenerációnál, tehát ennek a ható ideje egy-egy ilyen alkalomra volt elégséges, nem tudta teljesen átírni az ő DNS-ét és megváltoztatni hosszú távon, viszont behatással élt adott esetben ilyen formában. Fontos tudni azt, hogy a doktor, illetve az adott esetben más ismert időlordok, mint a mester esetében is van arra példa, hogy ők eddig még ismeretlen okoknál fogva, de nemet váltanak, regenerálódnak. A 14. doktor beszél először arról, hogy van olyan időlord, aki ugye nem így szándékosan változtatja meg, ráadásul többször is, és ezzel szórakozva, amikor is rossz kislány volt, ahogy fogalmazott Korsair esetében, ugye őt a Kalóz néven ismerhetjük, mint renegált időlord, aki szintén járta a világot és a teret és az időt, ilyen formán. A 4. doktor egyébként Korsairt említi más esetben is, mégpedig Románának a 2. inkarnációnál beszél róla, ezt a Sábe című prózában is megtalálhatjátok. Azt magyar nyelven is megjelent, ajánlom egyébként mindenki figyelmébe, kellemes kis olvasmány tud lenni, és a Földön játszódik egyébként, aki nem ismerte volna. Igazából kinézetbeli eltérések alapján azt mondanánk, hogy a doktor az egy ember, emberszabású, ugyanúgy néz ki, mint mi ilyen formán. Viszont adott esetben vannak olyan dolgok, amit túl is tud élni, hála a biológiájának. Például több 10 méteres zuhanásokat, láttuk a 10. doktort lezuhanni, és mégis talpra tudott állni belőle minden megerőltetés nélkül. Ha egy ember olyan magasságból lezuhant volna, biztos, hogy szörnyet halt volna. Aztán ott van az, hogy filtet helyett a doktor bement a kamrába, amin után kapta azt a halálos mennyiségű dózist, ami után ugye később regenerálódott, de elég sokáig képes volt ő azt ott elviselni olyan szélsőséges körülmények között is, ami például az emberekre már halálos lenne, szinte azonnal is meghaltak volna. Vagy adott esetben lövést bizonyos ideig túl tud élni, és valamennyire tudja befolyásolni magát a regeneráció elkezdődését, ezt látjuk most a 12. doktor esetében is, hogy próbálja ő visszafolytani azt, hogy még egy kicsit tudjon maradni, ne változzon meg ez az egész dolog, hogy ő regenerálódjon, küzd ellene, nem szeretné, hogy megváltozzon a teste, viszont jelenleg ő nem képes arra, hogy ezt visszafolytsa és teljes egészében befolyásol, éljen. Így történik meg az, hogy eljutunk oda, ahova majd karácsonyi részben megláthatjuk, hogy a doktor meg fog változni teljes egészében. A folyamat már láttuk, elkezdődött. A regeneráció során fontos tudni azt az időlordokról, hogy igazából nem feltétlenül van erre nekik szükségük. Ez gyakorlatilag egy plusz ajándék volt Rassilontól a fajuk vezetői elitje számára. Gyakorlatilag ők több tízezer évig is képesek elélni. A legismertebb, leghosszabb ideig élő időlord, aki 12 000 évesen hunyt el, már eléggé szenilisen, az Chronotus professzor volt, aki szintén egyébként is elában szerepel. Ő volt a leghosszabb ideje élő dokumentált időlord ilyen szempontból, és még 12 000 évesen sem az öregség volt a halálának az oka, hanem gyakorlatilag az, hogy merénylet áldozatává vált. Fontos
igazából, amit még el kell mondjam, hogy az időlordok nagyon érzékenyek az időre. Nem csak magára az idő változására, látják a jelent, látják azt, hogy mi volt a múltban, és látják azt, hogy mi van, ami lehetőségként előttünk van a jövőben, többféle útként is, hanem a paradoxonokra, mégpedig főleg a fix pontokra nagyon érzékenyen reagálnak, nem szeretik megváltoztatni, nem csak azért nem, mert törvényeik vannak, amit be kell tartsanak, hanem azért, mert ilyen esetben, hogyha minden olyan változást hoznak létre ezekben a fix pontokban, az biológiailag is velük úgymond szinkronizál, és befolyásolja az ő élettartamokat is adott esetben, tehát van arra lehetőség, hogy egy fix pont megváltoztatásába például belehaljon egy időlord. Vagy léteznek olyan sugárzások, amik speciális jellegük miatt az emberre például ártalmatlanok teljes egészében, viszont egy időlordnak halálosnak számítanak, vagy savakról is beszélhetünk, ezek esetében is garantáltan regeneráció vesztés, illetve hát regenerációs folyamat beindításáról fog gondoskodni, hogyha az időlord utazása során ilyesmivel találkozhat. Az emberek az időlordokat, mint említettem, nem sok esetben tudták tanulmányozni, viszont volt arra lehetőségük, hogy bizonyos esetben, amikor a Földön elég sokat tartózkodott az időlord, akkor közelebbi kapcsolatba kerüljenek vele. Ezt láttuk a harmadik doktor esetében, aki ugye a számüzetését a Földön töltötte, több esetben keveredett olyan orvosi vizsgálatok közelébe, amikor őt meg tudták kicsit jobban vizsgálni, és bizonyos fiziológiai dolgokkal tisztában voltak, így az emberek ezáltal. És igazából itt a táblán is látható, a Dominus Temporis nevet adták az emberek, mint ilyen név az osztályozás során az időlordoknak. Teljesen különálló fajként kezelték, amit jól is tettek, hiszen a doktortól később meg is tudtuk, hogy ők, mint fejlődés során nem az emlős fajtól, hanem gyakorlatilag a hüllőktől fejlődtek ki, és egy teljesen más evolúciós irányba mentek tovább. Ezért is van például az, hogyha megszövik valakinek a szövőszék, megszövi az életfonalát, akkor először tojás formájában fog gyakorlatilag létezni, amíg szó szerint ki nem kell a kis időlord porony. Tehát itt elég komoly különbségek vannak, nem véletlen van a két szív se adott esetben az időlordoknál, illetve például az, hogy 18 fok az időlordoknak a hőmérséklete, testhőmérséklete, tehát rendkívül alacsony, és képesek ennek is a befolyásával élni, amit a doktor több esetben is életmentő befolyásoló tényezőként ki is használt, hiszen lehetősége volt arra, hogy adott esetben olyan szélsőséges fizikai körülmények között is életben maradjon, amikor például az utitársai már azt nem élték volna túl, és mondjuk az adott kalandot túl tudták élni. Az egyik ilyen alkalommal, amikor megvizsgálták a 8. doktort, és felfedezték azt a elég furcsa dolgot, hogy például nem hat rá a beadott altató injekció, vagy a különféle gázok, amik egyébként az embereket ugye a műtétek előtt az előkészítésnél gyakorlatilag eszméletlenné tennék, azok nagyobb dózisban sem hatásosak rájuk. Tehát vannak olyan szerek, amikre máshogy reagál az ő testük, és akkor hangzott el egy olyan mondat, amit igazából nem is fordítottam le, de az a lényege összességében, hogy a doktornak mindenből legalább kettővel több van szervből, mint ami adott esetben egy embernek lenne. Tehát ezért van az, hogy például két szíve van, két mája, és például, ugye, mint említettem, a bordákból is kettővel több van neki. Ezek mind-mind az ő saját anyabolygóján lévő életkörülményeihez szükségesek, illetve hogy az időutazás során ennek sok esetben előnyét tudja látni. Láthattuk, hogy a doktor például ciánmérgezéstől megmentette magát, így nem kellett neki adott esetben meghalnia és regenerálódnia, hanem egy nagyon ütős kis koktél gyúrt magának megfelelő alapanyagokból, amiről ugye
tudjuk, hogy gyömbérsört is tartalmazott, valami sósat, de nem magát a sót, kis fehérjét, meg még Donával jól, meg az utitársával jól meg is ijesztette magát egy picit, mert hogy ahhoz, hogy működjön a koktél, és a cián gáztól a szervezete mentesüljön, az kellett, hogy sok mentális vagy pszichés sok érje az testét adott esetben. Úgyhogy vannak olyan trükkök, amivel a doktor tud élni ahhoz, hogy az életét meghosszabbítsa, és mondjuk a regenerációt elkerülje, de ez sajnos nem minden esetben tud jelen lenni, és meg hosszabbítani az ő életét. Például az alkoholra nagyon-nagyon érzékenyek az időlordok. Ezt láthattuk is, ugye a 10. doktor sikerült a Daiquirit idő előtt feltalálni a Franciaországba. És hát megtanulhattuk, hogy a banánt mindig vigyünk magunkra a bulira, mert az anélkül nem indulnak el az időlordok. De adott esetben vannak olyan gázok, amik teljesen, például hélium, altató gáz, ugye a röntgensugárzás például teljes egészében hatástalan az ő testére, és biológiailag, mivel csecsemőkorukban őket hozzászoktatják a röntgensugárzáshoz játékok segítségével az ő bolygójukon, ezért ezek a dolgok, amik ránk, emberekre veszélyesek lehetnek, akár nagyobb dózisban is rájuk, teljes egészében ártalmatlanok, ez számukra megszokott dolog, ha ilyennel esetleg találkoznak. És gyakorlatilag szaglásuk, ízérzékelésük is jóval ugye fejlettebb az emberinél. Ez bizony azt jelenti, hogy nem véletlen volt az, hogy a 10. doktor megnyalogatott ezt azt időnként, fát például, ugyanis képesek az időlordok íz vagy szaglás alapján a fafajtákat megkülönböztetni egymástól, aztán a különféle műanyag összetevőket, komponenseket a légkörnek az állapotából tudnak kalkulálni. Ezek alapján akár szaglás, akár ízérzékelés segítségével, és olyan messze menő következtetéseket levonni egy-egy apró mozdulatból, amire mi nem is tudnánk gondolni. Ugye beszéltem magáról a regenerálódásról, ez a sorozat életében először csak kisebb karaktereknél volt jelen, és vitatott volt, hogy milyen jellegű dologra kell ezt pontosan gondolni, milyen feltételek vannak ahhoz, hogy valaki például adott esetben nemet tudjon váltani. Ez gyakorlatilag a 80-as évek óta vége felé, amikor felmerült először, hogy a sorozatot abba hagyják, merült fel a készítőkbe, hogy mi volna akkor, hogyha egy férfi karakter helyett inkább egy női karakterrel próbálkoznának életet csiholni a megkopott nézettségbe, de akkor annó ezt az ötletet erőteljesen elvetették, többnyire férfiak dolgoznak a mai napig is a BBC-nél vezetőbeosztásban, akik erről döntenek, és nem igazán volt ínyük rá a dolog, hogy egy szerintük állandó valamit, amit megszoktak az emberek, megváltoztassanak, holott pontosan erről szól ez a sorozat, erről szól ez az egész, hogy itt folyamatosan új dolgokkal találkozunk, mindig a megújulást meglátjuk, és folyamatosan új ismeretekre tehetünk szert ilyen szempontból. Így folyamatosan visszatérő eleme volt az, hogy az írók közül is nem egy, nem kettő kifejezte a Billy véleményét, akár mellékszálú karakterek behozatala esetében, hogy az ő részéről ez teljesen rendben van, és úgy gondolja, hogy mivel erre fiziológiailag képesek lehetnek az időlordok, miért ne lehetne akár egy nagyobb volumenű karakter is, aki ez az életéből bekövetkezik. Így érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, hogy a sorozat életében Missy volt az korábban mesterként ismert férfi időlord, aki nőként tért vissza közénk, és a doktort is alaposan meglepte vele. És láthattuk, hogy milyen az, amikor egy korábban ismert és szeretett gyűlölt karaktert, aki mint ellenfél és egy főbb szerepet játszik a doktor életébe, mégis ekkora drasztikus változás ér, hogy ő mennyire változott meg. Most ugye az elmúlt időben láthattuk, hogy sokkal érzékenyebb volt emocionálisan, tehát látszik, hogy azért itt a nem váltás kapcsán komoly érzelmi változások mennek végre az illetőben. Teljesen mindegy, hogy most történt meg maga a regeneráció, vagy később, ez fokozatosan változik az illetőnél. Lehet, hogy azért, mert az illető nővé vált, ezt nem tudjuk, de vannak olyan teóriák és vélekedések, amik azt sugalmazzák, hogy ez magával, a folyamattal van összehangoltságban, és ez ezért következett be például az ő karaktere esetében. Ugye láttuk, hogy az ő halála most utoljára elég
tragikus volt, vagy inkább tragikomikus, kinek mi a véleménye erről. Személy szerint azt gondolom, hogy szegény nem érdemelte meg, amit kapott önmagától, de hát ebben sajnos nem volt nagyon beleszólásom. És most elérkeztünk ahhoz a személyhez, aki a következő doktorunk lesz. És egy picit a színésznőről is beszélnék, mert sokan támadták őt, hogy túl fiatal volt. Ha visszaemlékeztek, Matt Smith, aki a 11. doktort játszotta a sorozatban, ő 28 évesen vállalta el a szerepet. A mi új színésznőnk pedig 35 éves angol, ráadásul kitüntetéssel végezte az iskoláit, és a Golden Globe színházban a Vihar című előadással, mint színházi darabbal indította el a karrierjét 2005-ben, azóta pedig töretlenül a televíziótól, a rádiótól keresztül a mai napig színházban is játszik, és mozifilmeket, filmeket is, tévéfilmeket is sikerrel vitt, és a mai napig aktív ténykedője minden némi nemű médiának. Tehát nem kizárólag csak egy féle dologban próbálta ő ki magát, és bizonyította azt, hogy a drámától kezdve egészen vígjátékokon keresztül őt sok mindenben lehet látni, amiben jól tud alakítani. Itt felsoroltam pár olyan sorozatot, filmet, amiből esetleg valaki ismerheti őket, nem tudom, a Black Mirrorral ki az, aki találkozott, már mint brit sorozat. Amiből leginkább az emberek őt ismerik, az a Santrinians kalandjai, ami egy két mozifilm volt. A másodikban David Tennant is játszott egyébként, csak ő pont az ellenfelet. Ott egy nagyon kis szeleburdi titkárnőt alakított. És a másik ilyen jelentősebb filmje, sorozata, az pedig a Broadchurch volt, ahol kifejezetten egy drámai karaktert hozott, és megmutatta azt, hogy milyen mélységben képes ő megmutatni magát, mint nő, mint anya, mint emberi lény, hiszen itt a harmadik évadban a sorozat esetében már eléggé komoly társadalmi felelősségvállalást is bemutatott a karaktere, ami ráadásul elég korrektül lefestette azt, hogy valóban, hogyha valaki ilyennel kezd foglalkozni, milyen akadályok érik, és ezt hogy lehet ezzel megbirkózni. Tehát elég hiteles alakítást nyújtott ezügyben, pozitív kritikákkal illették a hölgyet. Úgyhogy igazából én úgy gondolom, hogy ő az a színésznő, aki, hogyha nem is feltétlen a legjobb választás, de mindenképpen azok közül, akik elég ambiciózusak és fiatalok, és egyébként szeretik is a sorozatot, mert azért Jodie-ról tudni kell, hogy ő is nyilatkozta, hogy már alig várja, hogy lehessen a doktor, és ebbe az egész kalandba belevághasson. Bár nem akkora rajongó, mint mondjuk Peter Capaldi vagy David Tennant, akiről tudjuk, hogy az egész gyerekkorát végig ívelően inspirálta az, hogy a Doctor Who-t szerették és ismerték, de ő is meglepően pozitív nyilatkozatokat tett az ügyben, hogy mennyire lelkes, illetve milyen ötletei vannak az ügyben, hogy a karaktert adott esetben ezt végigvigye. Akkor most így a vége felé zárásképpen magát a doktort szeretném felkérni, aki itt megtisztelt minket a jelenlétével, és elmondana nekünk nagyon-nagyon röviden egy-két szóban azt, hogy a doktor maga mit gondol arról, hogy most gyakorlatilag egy nő lesz az, aki a jövőjét tovább fogja egyengetni. Köszönöm a figyelmet. Hello. Én vagyok a doktor. Akarok-e nő lenni? Egyébként igen, ki nem. Hát más nem egy napra, viccesen. Mondjátok csak mind a 15-en. Ki az, aki ismeri egyáltalán a Dr. Who-t? Ó, egész sokan, nagyszerű. Az igazából a jó kérdés szerintem, hogy jó döntés volt, hogy nővé tegyük. Sok fény. Vagy rossz döntés volt. Én úgy nagyjából 2 órával azután, hogy bejelentették, megszoktam, és elkezdtem nagyon örülni neki, mert rengeteg lehetőség van abban, hogy a doktorból most nő legyen. A regeneráció mindig arról szólt, hogy
hogy a doktor megújul. Valaki igazán új lesz, a szereplőgárda teljesen lecserélődik, gyakran a showrunnerek és a rendezők és mindenki lecserélődik, és egy ugyanabban a világban, ugyanazzal a karakterrel, de valami egészen-egészen mást kaphatunk. Ez szerintem egy mostani esetben, amikor a doktor nő lesz, hatványozottan igaz, és ez jó. Ugyanakkor viszont én azt mondanám, hogy rossz dolgok is vannak benne. Az egyik az, hogy rosszkor lett a doktorból nő. Ez alatt arra gondolok, hogy most lovagoljuk azt a hullámot éppen meg, amikor divatos lett a főszereplőket nőket cserélni, ami önmagában nagyszerű, ellenben így a Doctor Who nem újít igazából semmit, csak csatlakozik ehhez a popkulturális trendhez. Egy másik dolog, ami rossz benne, hogy mi szegény férfiak elvesztünk, ha más nem ideiglenesen ezzel a váltással, egy olyan hőst, amelyik rettentően ritka. Mert nekünk általában a példaképeink nagyon egyformák, maszkulinak, férfiasak, erősek, fegyverekkel rohangásznak, a doktor pedig az eszét használja, meg egy csavarhúzót. És hasonló karakterünk sincs még egy, akivel azonosulhatnánk, vagy akivel felnézhetnénk. Sok veszélyt is rejt szerintem ez a váltás, a sok jó mellett, mert mondjuk ki nem akarná látni azt, hogy a doktor először női ruhát vesz fel, vagy férfiként viselkedik, de már egy női testben, és azt várja el a környezetétől, hogy szintén férfiként kezeljék, mikor már nem az. Mit nem adnék, hogyha újra találkozna a doktor Jack Harkness kapitánnyal az új testében? ellenben fennáll a veszély, mint olyan sok mostanában megjelent filmnél, ahol teszem azt a szellemírtukban lecserélték a szereplőgárdát nőkre, hogy ahelyett, hogy továbbra is a történetre fókuszálnánk, arról fog szólni a Doctor Who, hogy a doktor most már nő. Hogyha okosak lesznek, és csak azzal foglalkozni, hogy továbbra is nézhessük a doktor kalandjait, és folytatódik ez az őrült út, az pedig csak mellékes lesz, hogy a doktor úgy egyébként most már nő, akkor nagyszerű sorozaterébe nézhetünk. Mi más lenne érdemes mondani? Bocsánat. Hoztam egy banánt. Egyébként egy újabb készfeltétel. Hányan gondoljátok úgy, hogy ez egy jó ötlet? A váltás jó. Sokkal kevesebben. Vagy csak olyan félig meddig és bátortalanul. Igen. És még egy utolsó szívfájdalmam van igazából ezzel a váltással. Mégpedig az, hogy úgy érzem, hogy megalapozatlan. Ez alatt azt gondolom, hogy beszélt a TARDIS korában arról, hogy sem működik ez az egész, és hogy a doktornak nincsen kontrollja a változás felett, de a körzetének a hatásai befolyásolhatják. A probléma az, hogy a mostani showrunner, Steven Moffat, egyáltalán nem akarta, hogy a doktor valaha is nő legyen, és szerintem a történetben nem alapozta meg, hogy a doktor most nővé változzon, helyette megalapozott valami egészen mást. Gondolom mindenki befejezte most már a 10. évadót, úgyhogy nem spoilerezek, de akkor spoilerezek. A doktor egyik utolsó mondata az utolsó epizódban, az évadban az volt, hogy nem tudok többé valaki más lenni. És korábban az 50-es évfordulóban azt is megtudtuk, hogy előbb-utóbb a doktor nem idegen arcokba fog regenerálódni, hanem újra felveszi a régi kedvenceit. Így ami szerintem a történetben meg lett alapozva, inkább nem az, hogy most nővé regenerálódik, hanem az, hogy visszaváltozik egy korábbi arcára. Teszem azt a 8. doktorra, akit alig láttunk, pedig nagyszerű volt az a 6 perc, integetnek, hogy helyezem be. Szóval ez tényleg csak egy néhány perc volt.
Egyszerűen bizakodunk, hogy nagyszerű legyen. Szerintem a színésznő csodálatos, elkezdtem nézni a Blue Church-ot, és tényleg nagyon tehetséges. Rengeteg lehetőség lesz az új sorozatban humorra. És bízunk a legjobb. Plusz, hogyha megint doktornak akarok költözni, akkor most már én is cosplay-ezhetek bármikor, remény. Újabb erője. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hogy itt voltatok, és aztán karácsonykor Dr. Who, sziasztok!